Ez itt a Ricskesz. Ez itt a Ricskesz. A Ricskesztet hallgatok. Ricskesz. A műsor az NK a támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskesz legújabb adásában, és ugye megfogadtam, hogy ebbe az évbe fogok mondani különösebb, nagyobb felkonfokat, de most szerintem a az AVR zenekart nem kell bemutatni, még így sem, hogy ebben a formában először vagytok itt, ugyanis itt van a zenekar új énekese is, Stefán Tomi. Szia! Sziasztok! És egyébként így, ja hát meg természetesen Ruker Bence. Ó, de hát ő már hazajár ide. Igen, így. azt hittem Hál azt Istenne, a felvezető, hogy megfogadtam, hogy idén nem hívom be az AVS-t, de muszáj volt, mert nem. bejelentkeztek. Figyelj, Baszki, most ö, valami, nem is tudom ki szólt tegnap, amikor ugye probléma volt a vendéggel, mert nem tudott eljönni végül, hogy én figyelj, jönnék, ember, most volt a három hónapja, <laughs> beszéljük másról, de úgy mennék. Yeah, na, yeah. Most, most nem, ezt most kihagyjuk. És épp, pont ö, amikor így, ugye, Bruki megsukta, hogy te lettél a befutó, pont akkor gondoltam, rá, hogy a merisztem, mert nem voltatok még itt, és ezt majd mindenképpen pótolnunk kell valamikor. Rajtunk biztosan nem múlik. Na, szuper. De tegyük hát hozzá, hogy az utolsó pillanatig húztam, hogy elmondjam. hogy Igen, nem, 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 azért nem az utolsó pillanatig, mert hogy hagytál időt, hogy megemészszem igen, igen, minden egyéb, de hogy igen. Ö, hát srácok, szerintem kezdjük ott, hogy ö, ti már tudjátok, hogy Tomi lesz a befutó. Mikor volt ez a pont? Hát amúgy... én is kíváncsi vagyok, Edik. Amúgy én is, mert ez úgy nézett ki, hogy tehát a, a, végső végső löket, az tényleg az volt már, ez egy, ez egy több lépcsős folyamat volt nyáron például, ö, volt lent felünk a Tomi a Balatonon egy pár napot, hogy így megnézzük, hogy hogy működik a kémia. Az, az már egy lépés volt. És, de a végső végső lépés az az volt, amikor elküldtünk a Tominak, vagy négy dalt, igen, mert ugye négyen vagyunk a, dalszerzők a zenekarba, és akkor mind a négyen elküldtünk egy-egy régebbi dalunkat, amiket csináltunk, vagy ki újabbat, ki régebbit, hogy akkor mit csinál rá. És akkor szerintem az volt a íra a pont, amikor a, az utolsó dalt, pont az oda át volt az, azt a Dani, amikor megírta, átküldtük, és ez a formája, amit hallgat most a közönség, és amire ezek a szép kommentek érkeznek, ezt másfél óra után küldte vissza a csávó. És hogy akkor mondtuk, hogy wow, Úgyhogy... Jó volt, jó, volt, a demo. Jó, amúgy igen, pont tegnap a Petőfi tévében mondtad azt, hogy ha jó a demónak a vibe -ja, akkor ő nagyon gyorsan tud dolgozni, és szerintem ez egy nagyon olyan dal volt, ami így Igen, adta egy kicsit, magát. egy kicsit azt vettem észre, amikor így ének témát kell írni meg dalszöveget, hogyha, hogyha olyan a demo, hogy így nagyon hirtelen elkap egy hangulat, meg egy gondolatmenet, amit én leszeretnék írni, és el szeretném énekelni, akkor ha nagyon gyorsan kész vagyok vele, utána nem is érdemes nagyon belepiszkálni, mert az első intuícióból történő ráéneklés az általában mindig sokkal jobb, mint bármi, amit utána hetekkel, hetekig dolgozok rajta, vagy átírom ötször-hatszor, az mindig csak rosszabb lesz. azon gondolkodom, hát. hogy, hogy szinte napra pontosan egy éve voltatok itt egyébként, ugye Somával. Tényleg? Igen. És e, akkor én azt láttam nálatok, hogy elképesztő bizonytalanság van, hogy csak egyetlen egy dolgot tudtok, hogy, hogy csinálni akarjátok a zenekart. És akkor így, még így mondtam is nektek, hogy ki az, akit semmiképpen se választhatok, mm. meg így, így, nyomtam a hülyeséget. Ugye nyilvánom nem az adásban, nem adáson kívül, úgyhogy senki ne keresse az előző adásban a szaftos részeket. Ö, azt, tehát, azt tudom, hogy az egyértelmű volt, hogy folytatni akarjátok, de szerintem ez, ez így is van rendjén. Amikor ugye elkezdett kikristályosodni, hogy Tomi lesz a befutó, akkor ugye azért gondolom az, hogy ti is tisztább voltatok, hogy azért ez a zenekar karakterét alapvetően meg fogja változtatni. Szerintem bárki lett volna megváltoztatná a zenekar karakterét. Régen viccesen mindig azt mondtam, hogy Hát igazából nekünk annyira király így zeneszerzés szempontjából, mert bármilyen zenét írhatunk, ha őrsáj nekem, akkor úgyis avs lesz. Most ö, ez kicsit így átgondoltam az elmúlt két évben azért, hogy ez pontosan hogy is néz ki. De, de az tény, hogy, hogy azt is tudtuk, igen, az volt az egyik, amit nagyon korán tudtunk, hogy csinálni akarjuk, meg azt is tudtuk, hogy akkor tesszük a legjobbat, ha nem egy őrs hasonlást keresünk, nem is tudom, hogy lehet-e olyan egyáltalán, hanem az, hogy tényleg ez most egy, volt írtuk ezt a hosszú posztot, és ott is leírtuk, hogy tudjuk, ez nem lesz ugyanolyan, nem is lehetetlen, hogy ugyanolyan legyen, a, ami, a, amiatt mert, hogy ugye ősmár sajnos nincsen. Viszont szeretnénk a lehető legjobbat kihozni ebből az egészből, egy olyan karakterrel, akivel lehet tudjuk képzelni azt, amit csinálni akarunk. És ez is tök fura volt, hogy mit akarunk csinálni, azt is meg kellett magunkba fogalmazni, hiszen a legutóbbi kiadott dal óta, ami most ha az útvesztőt, meg az emlékszemet leszámítjuk, ami ez nagyon speciális eset, eltelt három év. És ugye három év alatt rengeteget változik az ember amúgy is. Magánélet, behatások, minden, ami éri. Pont azt akartam mondani, hogy, hogyha ha, most őrsülne itt, és nem Tomi, azt meg akkor is egy teljesen más karakterű AVS-t hallottunk volna, mint igen, ugye nyilván egymás, egymást is alakítjuk, a, a külső dolgok is alakítanak minket. Ö, alapból már a, a gyászfeldolgozásnak ö, teljesen más fázisaiban voltunk, amikor ez az egész jött, hogy akkor. Egyébként nem is tudom, mikor volt talán. Október ember, valamikor ősszel, amikor a Niki a menedzserünk ö, volt egy meeting és akkor mondta nekünk, hogy srácok, mindenkit nagyon szeretek, de. Tudjuk, hogy hogy működik ez, a, ez az egész, és, és látjuk, hogy, hogy, hogy elég ránézni zenekarokra, akik nem annyira aktívak, és sajnos ez a szakma rohadt gyorsan felejt. És hogy kellene csinálni, meg hogy rossz ránk nézni, mert amúgy tényleg emésztettük magunkat ezen. És tényleg az volt, hogy azt gondolom, hogy hogy a, pont egy olyan fázisában voltunk a, a gyászfeldolgozásnak, hogy, hogy, akkor így nem esett jól, hogy, hogy tényleg azt éreztük, hogy most nekünk meg kell erőltetnünk magunkat, hogy most tényleg megtegyük az első lépéseket, viszont utána, amikor megtettük az első lépéseket, és tényleg átküldtük a Tominak a dalokat, onnantól kezdve már annyira vitt minket a flow, mert annyira sikerélmény volt az, hogy amiket visszaküldött, mind a négy dalra olyan volt, hogy így öö, így azonnal meg akarom jelentetni. És, és nekem mindig az a, az a, mérce, hogy tényleg ezer hőgött a Tomé, hogy az uhajzóban, amikor hallgatom a dalt, akkor, akkor jó a flow. És nagyon jó volt a flow, úgyhogy, úgyhogy ennek nagyon örültem. Ugye azt beszéltük pár nappal ezelőtt, hogy azért nagyon nagy falat ez, hogy kikerül egy új dal, és ugye bemutatkozó. Mielőtt rátérnénk arra, hogy, hogy azért elárultat, hogy van bennetek félsze reakciók miatt. Én arra lennék kíváncsi, hogy most nem hallja senki, nem lát senki, ketten beszélgetünk. Mennyire kaptál <laughs> szabad kezet? Abszolút. Teljes mértékben elküldtek egy-egy demót, instrumentál demókat, és egyébként azt megjegyezném, hogy a négy, négy dal, amit kaptam a négy sráctól, mind teljesen különböző hangulatú, és teljesen különböző hangszerelésű dolog, tehát egyik se ilyen, ilyen, ilyen nagyon uh, erre lehet számítani, ami jó, és és azt mondták, hogy csináljak rá bármit, és mutassam meg, hogy mit képzelek erre, és uh, ugye ezt nagyon sokan uh, írták kommentbe, meg biztos nagyon sok emberbe felmerül, hogy hogy az első dolog, amivel biztos voltam, hogy nem szeretném úgy megírni az énekemet, meg nem szeretnék olyan szöveget írni, hogy tudom, hogy ez AVS lesz, és hogy AVS-es legyen. Tehát, hogy én mindenre azt írtam meg, meg mindenre olyan demót küldtem, ami nekem intuícióból elsőre jön. És aki azt mondja, hogy hall némi áthallást, hogy ez valahol AVS-es, vagy, vagy hogy talán néhol minthogyha őrs lenne, az, az csak és kizárólag azért lehet, mert valamilyen szinten egyébként hasonló volt az ízlésünk meg, így nyilván mindannyiunknak hasonló az ízlése, ugyanazokat a zenekarokat szeretjük, nagyon sok koncerten megfordultunk nézőként mindannyian, úgyhogy csak ez lehet. Nekem az első és legfontosabb dolog az volt, hogy, hogy ne próbáljam meg tudatosan avs csinálni ezeket, hanem olyat írjak rá, ami nekem tetszik. Nem tudom, hogy te látod azt a reakciót, amit a Bencének küldtem első hallgatásra? Na hát ott akkor ugye ott én leírtam neki, hogy... Azt idéztem is tegnap a Petőfi tévén egyébként, hogy a, hogy a nagyon jó hasonlat, ez a hatalmas kabátot kell leakasztanom a, a fogasról, ez egy nagyon jó hasonlat, és így ezt tegnap fel is emlegettem. Én... Azt ja, mondtam brukinak előre, hogy, hogy bármi van, ugye tavaly úgy váltunk el ott a sarkon, hogy bármi van, rám számítottak, én támogatni fogom a zenekart, mert tudom, hogy jó döntést fogtok hozni. És én ja, ugye leírtam tegnap kommentbe, de én fenn is tartom ezt a véleményemet, hogy a zenekar jó döntést hozott veled. Nem tudom, hogy kik voltak még lehetőségek, illetve egy valakit említettél, de. Ö, Arról én sem tudom. <tosz> de, de határozottan azt mondom, hogy szerintem most jelen esetben, ugye te voltál a, a legjobb, ami a zenekarra történhetett és hogyha megnézzük a reakciókat akkor egyrészt baromiről örülök neki, és hogy kijelentetem azt hogy van még remény az emberiségbe hogy, Abszolút, hogy? én is ezt érzem és nagyon szépen köszönöm, amúgy nagy, nagy félelem volt bennem, hogy mégis ez, ez hogyan fog elsülni Mert ugye, tehát hogy én egy ilyen véleménnyel találkoztam nem kommentben szerencsére csak egy, egy kedves ismerősöm, aki nagyon szereti az AVS-t, felvetette nekem, hogy azért ezt lehetett volna más néven csinálni. És mondtam neki, hogy nézd, a zenekar 80%-a ugyanaz. Egyrészt, mert erről nekem is van erős véleményem így abszolút, ami csak a sajátom, és nem a srácok mondták nekem, meg nem a több többiek. Nekem erről az a véleményem, hogy magában a névben tényleg ott van benne öt ember, amiből már csak négy tudja csinálni, de az a négy ember ott van, egy gyerekkoruk ott ebben annyi munka van, hogy, 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 ezt elengedni, ezt senkitől nem várhatja el senki szerintem. Figyelj, ezt elmondtam a tavalyi adásban Főleg, hogy a srácoknak majd, hogy nem identitásuk, hogy, hogy ők az AVS. Tehát, hogy ez nem, Én ezt nem elmondtam a tavalyi adásban, nagyon, nagyon sokszor, nagyon sok helyen elmondtam, főleg az Eurovízió környékén, Ugye láttam a zenekart 32 embernek játszani Esztergomban. Én is. Ú, most nagyot mondtál. Szerintem az kb. hat ember volt. Nem, ezt mindig, mindig eltúlozzátok, és figyelj, a, a sportalsó film az, amiket küldött az őrs videókat, ott is eltúlozza a szegény. Én emlékszem, hogy ilyen 30, szerintem pont 32 volt, és talán azóta mondogatjuk ezt, hogy mennyien lesznek 32-en, uh -huh. hogy de majd megnézem a képeket most már csak azért is egyszer. Hát csak azért is, vagy csak azért is mert igen, a dorothy igen. igen, 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 igen. igen, Voltam én is ő... öt nézős ABS koncerten többször is. És hogy, hogy én akkor is mondtam, hogy ezek a srácok megküzdöttek azért, hogy ott legyenek, a ahol vannak. És ö, már csak azért is tartom validnak azt, hogy nem történt váltás, mert ahogy a szakma akkor összefogott a zenekarért, amikor az Eurovízió volt, ha megnézzük, utána se volt ilyen senkiért. Próbálkozások voltak, de egyik se vezetett, vezetett, eredményre. Azért is ezt a történetet vinni kellett tovább. És ugye nekem volt egy olyan reakció, mondta, hogy Figyelj, kezdtem hallgatni, nagyon jó az a fiú, de nem bírtam végig hallgatni, kinyomtam a közepén. Miért? Nem, 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 olyan. És aki, aki ezt mondta nekem, ő tudni fogja, mert úgyis tudom, hogy nézi az adást, mert alig várja, hogy kint legyen. És utána mondta, hogy azért csak birizgált a fantáziáját, meghallgatta, és mondta, hogy azért csak jó ez. Egy többiet olvastam én is egyébként. Ehhez nekem mindig az ugrik be erről, hogy teljes mértékben tiszteletbe tartom, és egyet is értek vele, amikor valaki azt mondja, hogy ez nem olyan, nem, nem is lesz olyan, de ezt senki nem is várhatja, hogy olyan. Pont ezért egyébként itt zenekarom belül a Nikivel is azt beszéltük, hogy én nem az AVS új énekese vagyok, hanem én az új AVS énekese vagyok. Szerintem ez egy egész fontos gondolat. Amúgy. Abszolút, és, és azért ez tényleg ad egy olyan színvezetett a dolognak, hogy akinek esetleg mondjuk eddig nem volt valida történet, annak az legyen. Bár még egy gondotot engedjetek meg, Onnantól fogva, hogy a Kati, az ős anyukája mit írt oda tegnap a poszthoz, onnantól fogva szerintem senkinek nincs létjogosultsága megkérdőjelezni azt, hogy ez a zenekar így megy tovább. Ezt én is így gondolom egyébként. Az az durva, az durva volt. Meg Máté is. Meg a, a bátyos Máté bátyos bátyos is. Igen, is. Igen, 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 igen. igen. Csak ugye Kati azért jutott eszembe, mert tegnap küldtem el neki egyébként a videókat, amiket neked mutattam ugye, uh -huh. a, amiket az őrs küldött nekem a kórházból a filmhez és így, így, mert mondtam, hogy úgy az igazságos, hogy függetlenül attól, hogy őrstől kaptam, hogy használt fel, hogy azért megkérdeztem az édesanyját, hogy felhasználtam, és mondta, hogy persze, természetesen. És hogy ö, ugye nekem olyanok, akik akik tényleg nagyon csőlátású rajongók, és mondták a, a tragédia után, hogy hát le, le, lehet, hogy itt, lehet, hogy itt abba kéne hagyni, most ő, ők mondták azt, hogy fú, de jó, de jó, azt mondja, igen, tök jó, hogy igazad volt, hogy, hogy ez tényleg, tényleg igazuk volt a srácoknak, és ezt tovább kell csinálni. Hát egyébként nem mondom, hogy ez mindig könnyű volt, mert azért igen, ezt elhatároztuk, de azért voltak most a nyáron olyan komoly, ilyen mélypontok, amikor így tényleg megkérdőjeleződött az, hogy most akkor ezzel mi legyen. Ez, még ha ez nem is volt kimondva, szerintem ez mindannyiunkban így fölmerült. De szerintem ez is érthető, főleg itt tényleg, amikor már nagyon rajtunk volt az a nyomás, hogy éreztük mindannyian, hogy na most kéne vár lépni, mert hogy most már nagyon-nagyon égető lenne. És, és, és tényleg, fú, én most végigcsináltam a nyarat, elég sok fesztiválon dolgoztam, és, és amikor már azt hallja az ember így félfülel vissza, hogy hát igazán ez már egy ilyen emlékzenekar, és miért ti még léteztek, vagy ti még. Ti még tudod, ez a zenélsziget? Igen, tudod, igen, is, igen, igen. Fú, én mondtam, hogy ez nagyon-nagyon ez hát, rossz. Figyelj, én erre azt mondtam egy kedves barátomnak, hogy amit az emlékápolásból ki lehetett hozni, azt kihoztátok. Ugye, Egyesek e, szerint már ez már sokkal ezt akar, is volt. Ezt a szóval tal tal található. Talán, talán kicsit túl is nyújtottátok ezt a részt, viszont ugye ez egy annyira speciális helyzet, hogy itt nincs olyan megoldás, olyan időintervallum, amire azt mondom, hogy ez még jó, ez már nem. Igen, ez Tehát, nem olyan, hogy... hogy megnézem a Youtube tutoriát róla, hogy akkor. igen. Mit csináljon az ember, nincs egy forgatókönyv. Nincs jó megoldás. Ugyan. Hát nincs, nincs, de <laughs> valahogy úgy érzem, hogy ha bármit kihagytunk volna, az, az nem lett volna kerek. Ü, egyébként, ugye még azt is ígértük, hogy akkor minden évben lesz emlékkoncert, és, és azt is annyira nehéz most így kitalálni, hogy akkor hogyan tovább, mi legyen annak a formája, hogy ne váljon önismétlővé vagy, vagy olyan. Tehát, hogy azért az emberek nagyon sokszor nem gondolnak bele abba, hogy, hogy nekünk ez mennyi dologgal járt. Hogy ez nem csak annyi, az annyi volt, hogy most akkor csináljuk, vagy ne csináljuk, meg hogy például amikor írták, hogy mikor lesz kész a harmadik őrsös dal, amit az őrs felénekelt. És akkor azért is akartuk most nagyon részletesen bevonni őket, és leírni tényleg egy ebbe a négy diás posztba, hogy, hogy értsék meg, hogy ez nem csak annyi, hogy kiadjuk, vagy nem adjuk ki, hanem tehát tényleg, amikor az útvesztőt csináltuk, az, az majdnem a zenekar vége volt, mert hogy annyira felőrölt mindannyiunkat, és annyira megerőltető volt lelkileg az, a, az, egész procedúra, hogy azt végigcsináltuk, hogy, hogy ö, egyszerűen mondtuk, hogy ha most ezt meg ezt a harmadikat, akkor, akkor azt nem tudjuk megcsinálni. Hát meg ezek nem is feltétlenül final állok nem? Tehát, hogy azért ezek valamilyen szinten demók, nem? A, abszolút. Hát jó, azért hál' Istennek a ugyanott vettük föl, mint ahol a, a stúdiónkban, a, a, ahol egyébként a véglegeset énekelnénk, csak nem annyi kora odafigyeléssel. Igen, hát így, így, értettem persze. Persze. Úgyhogy ez, ez, ezért szerettük volna bevonni az embereket, hogy ez, ez jóval több annál. És, és, persze, amikor az ember ül a laptopja, meg a, meg a mobilja előtt, akkor nem feltétlenül gondol bele ebbe, de hát, szerettünk volna egy kicsit gondolatot ébreszteni ezzel kapcsolatban. Igen, mert itt az a baj legtöbbször, és ezt pont az ismerősem, aki ugye mondta, hogy, hogy abba kell, nem más nevet kellett volna választani, és mm. mi pont neki mondtam azt, hogy figyelj, ez tipikusan olyan, mint amikor kijön egy kedvencednek az új lemeze, és azt mondtad, hogy ez már szar, ez meg ez volt jó. Most a mit tudom, még jók voltak. Igen, a demók még jók voltak, tipikus. <laughs> és ugye, hogy ezt a fejest, ami jó jól megmondta nekem egyszer egy interjúban, hogy mindenki a tinédzser korát hajszolja a zenébe, és ha nem azt hallja vissza, akkor ugye elégedetlen. Viszont nem leszem még egyszer 16. Tehát, hogy nem fogsz még egyszer 16 évesen bebassz a fejnába pörögni, úgyhogy te reggel érted, hogyha minden csontodat eltörted éjjel reggel, akkor is mentél tovább a dolgodra. De most már a másnap is három napig tart, és a többi, és a többi, és én szerintem egyébként egy természetes folyamatnak kellene lenni, hogy a kedvenc előadóddal te is változol. És éppen ezért optimális esetben úgy jársz, mondjuk, mint én több kedvencemmel, hogy azonos életszakaszban vagyunk éppen, és imádom az aktuális lemezeket szinte mindig, és azt mondom, hogy ugye most az új Inflames tök jó példára, amit mondtam neked az előbb. Hogy Igen, és ami még itt nagyon fontos, hogyha <coughs> együtt törekszel a kedvenc zenekaroddal, és esetleg más irányba indultak el, és nem olyan lemez jön ki, ami neked tetszik, akkor is meg kell tanulni tiszteletben tartani, és nem azt mondani, hogy ez már egy szar innen, hanem azt, azt, hanem azt mondani, hogy figyelj, nekem nem jött be, de tök jó, hogy nyomják, meg, meg látom, hogy nagyot megy az interneten, és ez egy, ez egy tök jó dolog, nagyon sok zenekarral vagyok így egyébként. Én például a bedóm ezt azért írtam neked, mert ugye az szerintem egy kurva jó példa arra, hogy hogy lehet egy zenekar gyökeresen megváltoztatva ugyanaz maradni. Mert ugye, még ha az előző ezt megnézed, ugye az a, hogy van, hogy before find God, vagy nem, hogy find God, before God, for, but, nem, nem tudom, mindegy, valami. tehát, igen, <laughs> én hiszem, mindig ilyen nyelvtörős lemez címeik vannak, hogy az még egy tök jó metákor lemez volt, vagy ilyen, ilyen a modern kóresszem azt szokták mondani, hogy modern kóresszem. Most már ilyen is I van? Mert ja, minden van. Nagyon jó. Igen, ilyen popos elemekkel, az új lemez meg egy pop lemez, ugye metálkoros elemekkel, metalos elemekkel. igen. Tehát, hogy, hogy de a zenekar szerintem alapvetően nem váltott karaktert, mégis tök nem. mást játszik. És hogy, hogy itt meg én most azt éreztem, hogy annyi változás van a zenében, amennyi idő eltelt, tehát hogy, hogy érezhetően egy más a trending a világba is, más behatások érnek titeket, viszont azért az alapvető karakter megmaradt, plusz jöttél hozzá te, ugye? És ugye ezért volt jó megfogalmazás, amit te mondtál, hogy te az új AVS énekese vagy. Igen, igen, ezt beszéltük, el, mert ez az igazság. Visszatérve arra a témára, hogy, hogy, hogy így sokan nem gondolnak bele, hogy ez milyen, Szerintem itt nyugodtan egy másfél percet, az jó, az sok. nem, itt nyugodtan egy, egy, egy pár mondatot számhatunk arra, hogy megköszönjük mindenkinek, aki egyébként kedves kommenteket ír, meg támogatja a zenekart, mert sokan azt sem fogják fel, hogy egy kedves kommentel, amiből utána lesz még egy is, még egy is, még egy, milyen terhet levesznek a zenekar válláról, meg hogy mennyivel elősegítik azt, hogy teljes bedobással menjen tovább. Tehát, hogy tényleg nagyon szépen köszönjük minden ilyen kedves embernek. Ez maximálisan igaz. Pont itt azzal viccelődtem az adás előtt, hogy tényleg úgy éreztük magunkat, vagy volt bennünk azért ilyen, mindazok ellenére, hogy tényleg én ezt egy nagyon kerek dalnak gondolom ebben a helyzetben, de hogy mint amikor a állnak, álltunk sorba a téglafalnál, és akkor hogy na most akkor lelőnek minket, vagy nem? És nagyon örülök, hogy tényleg ilyen jó a fogadtatása a dolognak. Amúgy nem izgultunk, csak annyira, hogy a menedzserünk az végig sírta a premiért, mert annyira ki volt tőle, hogy végre megtörténik. Én hozzám már, én már reggel ötkor fenn voltam, nem lehetett hozzám szólni utána, úgyhogy azért ez egy elég komoly szitu volt. Igen, és így a hétfői időmet megnéztem a telefonomon, 14 óra. Tehát így kisebb esett a kezembe, folyamatosan frissítgettem, hogy ki mit ír a dalról. azt én mondtam Brukinek is, hogy én, én kibaszottul a egy titeket. Pont azért, hogy, mert tudom jól, hogy eleve nem feltétlen túl jó a közbeszéd hangulata az elmúlt időszakban. Itt a háború, a szomszédba, infláció, katyvasz az egész magyar politika, stb. 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 Mindenki kiéli a frusztráltságát a kommentekbe, és mondtam, hogy csak ne, csak ne, ne rátok zúduljon. hogy már a figyelj, most tegy, tegyük fel, készült volna egy dal, ami nem jó. Valamiért. Nem szól jól, nem jó szövege, nem jól éneklet, bármi. És arra érkezik valid kritika, ami tényleg kritika, és nem az, hogy ez szar. Akkor azt mondja az ember, hogy oké. Okay. De tudjuk, látjuk külföldi híreknél is, hogy mit meg nem engednek maguknak emberek. Itt ez a szerencsétlen rendőrgyilkos a sztori. Olyan kommentek vannak. Én évek óta nem szoktam kommentekre reagálni, vagy nem kommentelek szinte soha sehova ilyen témákba, mert nem akarom a saját eleve magas vérnyomásomat még magasabbá tenni. Ez abszolút átérzem, meg sem merem nyitni őket. Valamelyik nap egy, egy eltűnt személy alatti kommenteket nyitottam meg véletlenül. Az a fajta a rossz indulat, ami ott kijön, tehát hogy is csak annyi van, hogy ha láttad ezt a szerencsétlen embert, akkor akkor keres, és van alatt a 15 ezer komment. Miért? Uf, uf, és egyébként nem kell messzire mennünk, mert oké, okay, de hogy a zenei szakmában is van ilyen, pont hallgattam a Downbeat podcastet az architect és akkor ők mesélték, hogy hogy, hogy, tud, hogy, tudja az ember azt feldolgozni, amikor kijön az új lemez, és akkor amikor azt írják, hogy hogyha Tom ezt hallaná, akkor forogna a sírjába, vagy most forog a sírjába, tudod, és akkor mondja a Dan pont a tesója, hogy ember, a halott tesómról beszélsz. Tehát, hogy a, a legnagyobb tisztelettel tényleg ö, vannak a rajongók felé, de hogy úgy mondja ezt a nagyon szép magyar, hogy a lófaznak is van vége. Így Tehát, van. hogy Meg egyébként szerintem nem. ezek az emberek nem rajongók. Nem, én én, nem, én, azt, én azt, azt gondolom itt, hogy ö, teljesen más téma. Megint csak a tankcsapdát tudom felhozni példának. Ugye volt ez a BSVX tankcsapda kollab. Olyan, amilyen mindenkinek lehet a véneménye. Szerintem egyébként egy tök jó dal, és ö, nem utalt még ezért pénzt a Tomi, de... Most már épp így Tehát, hogy szerintem az egy tök jó dal, annak, ami az egy tök jó BSV dal, amiben a játszik. És azt tudod, hogy odérek, hogy még egy ilyen és szar és leiratkozok. Ember. Látod, ott Valami, az ajtó. Valaki Eszé. észre fogja venni szerinted. Tehát, hogy, ez, hogy ez a, ez a miért, tehát a, egyrészt a kényszeredett véleménybe fögéssel kurvára le kéne szokni. Abszolút. És ezt, ezt az emberek tökre nem értik. Nyilván a, 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 nagyon negédes, túlságosan úgymond kommentek sem viszik előre a dolgot, viszont itt most pont ez volt a jó állatok, hogy végolvastam az összes kommentet egyébként a, a, zenekari posztalat, meg ugye egyesével is mindannyiatoknál, és tök jó volt, hogy a pozitív uh, kommentek java része, tehát a szakmai komment is rengeteg érkezett zenekartól, zenésztől, hogy mindenhol azt láttam, tehát hogy tényleg, örülnek. Igen. És boldogok. Zseniális egyébként a közönségünk. Szóval amúgy öh, öh, sokszor gondolkozom azon, tudod, mi azért nagyon, hogy mondjam, nagyon bevontuk őket, meg tényleg nagyon ez a team AVS, és mi egy család vagyunk, és tényleg az elmúlt két évben végig mögöttünk álltak, és már, már már néha egyébként eszembe jutott az is, hogy nem toltuk-e tult, nem egy kicsit túl, hogy hogy nem kéne bizonyos tekintetben nagyobb távolságot tartani, de hogy hogy ez tényleg, és amilyen kultúrát, volt ilyen komment is, hogy visszatért a reményem az emberiségben, mert ilyen. hogy az, ami ott a kommentekben zajlott, az le a kalappa. És mindez, mind azok ellenére, hogy pontosan tudom, hogy az őrs, a az iszonyat közvetlen jófej stílusával mindenki úgy érezte, hogy a haverja. És éppen ezért még inkább becsülendő ez, hogy mennyire jól reagáltak erre az egész dologra. Valószínűleg egyébként pont ez a hozzáállása az, ami miatt ugye ezt a zenekart páron ugye van mensónak gondolták, és ugye amikor így mondtam több embernek, hogy de figyelj, ez egy zenekar, tehát ugye ez egy alkotó közösség volt, és ugye ezt az ős is mindig kihangsúlyozta, hogy ez, ez egy alkotó közösség, és mindannyian dalszerzők vagytok, stb. Ugye, hogy ezért... Tehát, ami, amennyire egyszerűnek kellene lennie ugye, a, az életnek, annyira meg tudja bonyolítani, és az, hogy, hogy valószínűleg ezért nem jó fejek sokan. Hogy ne, ne, legyenek olyan prekoncepciók, amik nem valósak. Uh -huh. a, a Van Men jutott eszembe, hogy egyik fesztiválon voltunk, és sétáltunk át a, a backstage-ből, a, egy ilyen interjút kellett adnunk, és sétáltunk át, és oda szaladt hozzá egy srác, hogy szia, AVS, te vagy a kedvenc énekesem, <laughs> és akkor ilyen roppant, kellemetlen tekintet, így néz rá, hogy, tudod, mi sétálunk ott tovább, és uh, és akkor utána nagyon dúzogott, hogy hát végig is, hárombetű, betű, három betű, végén vége, mindkettő. <laughs> igen, igen. de lehet, hogy akkor kellemetlen volt, utána egy tíz perccel benne van a vlogban, hogy ordítja a kamerába, hogy én vagyok az AVS. Hát mert utána ez nekünk ilyen vissza, visszatérő, belső spoiler lett. Igen, szia AVS, több a kedvenc és mindig nagyon ki volt ettől. De amúgy meg tökre megértem, mert egy ennyire karakteres frontembernél, főleg aki mondjuk abba szocializálódik, ami manapság a popzene, hogy amúgy egy emberek vannak most már, Igen. mert sokkal gazdaságosabb amúgy, hisz csak Persze. egy embert kell utaztatni, tökre megéri. Csak hát, na mindegy, ez, ez csak egy ilyen vicces fun fact volt. Igen. A, figyelj, eleve négy dalról beszéltünk, és mondhatod, hogy minden négyet megcsináltad, és minden négyre küldtél vissza variációt. Az azt jelenti, hogy akkor jön egy EP veled, vagy jön egy EP Tomival, vagy pedig már jön egy lemez valamikor ep a egyelőre? Maximálisan. A, ma lettek bejelentve amúgy a turnédátumok, és ezek között az egyik az egy Budapest Parkos koncert május 26-án, ami egyben a budapesti debütje is lesz ennek az új felállásnak, és egyben egy EP bemutató is. Úgyhogy egyébként terben van az, hogy majd ha kell, akkor a végén összeáll egy nagy lemezé. Most, most első körben azt szeretnénk, hogy tényleg legyenek dalok, amik már, amik már a Tomival készülnek és mind a mellett, hogy csináljuk a, turnét, írjuk a dalokat, minden ezzel járó dolgot, fotózás, videokliforgatás, úgyhogy most ilyen elég busy a sztori, de első körben LP lesz, ilyen négy-öt dal. És akkor most egy mentor is leszel a hajódárnál, nem? Igen. Igen. Még ki derülni. Ez a... Nem, hát ez... Nagy lemez program. Publikus volt. Igen. Lehetett hozzá pályázni. Lehetett. Ja, ne, nem, nem követem Bencit sehol. Ja. Én, én nekem meg ugye mánia ez, hogy, hogy így, így figyelek oda mindig a pályázatokra, ilyenekre, uh -huh. mert hogy ö, szoktam szólni sokszor zenekaroknak, hogy ott van. Lehet próbálkozni, tudod, hogy így sose lehet tudni, hogy, hogy hol találd meg a szerencsédet. Igen, De... hát az, ez a vicces, amiket felsoroltam, ez már amúgy. Kb. 5 teljes embert kívánna, de mellette meg azért csináljuk, a kis saját dolgainkat, mindenki mellette dolgozik, valaki hangszert, mármint hogy gitárt oktat, valaki hangmérnököt, tehát mindenki csinál valamit. Úgyhogy elég intenzív, és ez, a, ez az a pont szerintem, ahol egyébként meg kell köszönni a családtagjainknak, meg a körülöttünk élőknek, hogy ezt elviselik, mert um, hogy mondjam, amikor már benne van az ember a körforgásba, akkor már sokkal egyszerűbben mennek a dolgok, beül a buszba, um, most minden hétvégén próbálunk. Tehát, hogy most például a, a turnéig minden hétvége azzal telik, hogy jöttünk a próbátámba, és próbálunk akkor... Igen, én egyébként Miskolcon teljes állásban dolgozok, de a héten végig itt vagyok Budapesten, úgyhogy én uh, is köszönöm a főnök úrnak, hogy rugalmasak. Figyelj, amúgy szerintem, hogyha valaki ennyi mindent csinál, és van mellette civil melója, akkor ott, ott mindig kurva respekt a főnökségnek, én is figyelj. Ja, én, én, is elképesztő állás a főnökömnek, hogy én a sokszor szoktam logot felvenni munkahelyemre reggel miatt a többiek bejönnek. És erre is mondhatná azt, hogy figyelj, fasz a füledbe, otthon ja, a szarjaidat, és így ez, ez az amúgy más, hogy nem működik. Már hát igen, a családtámogatás az a végképp a legfontosabb. Tehát, hogy ugye én is, amikor nagyon-nagyon ritkán van egy szabadnapom, akkor hagynak otthon élni, tudod, és azért elképesztő hálástok lenni. Igen, én pont hm. azt láttam, hogy Bence Pári osztotta meg így a, 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 témát, hogy Mindjárt, mindjárt csak ezt még gyorsan befejezem, 35 ezer munkanappal később, és megjelent a Hát, ja, nem egyszerű, tehát hogyha, ha valaki soha nem csinált még életébe több dolgot egyszerre, és mondjuk mindegyiket nagyon, akkor nem érzi át, és így, így én szoktam mondani, egy is most, hogy, hogy bírod? Nekem októberben volt egy kényszerpihenőm, október végén, és akkor ugye én megfogadtam, hogy most tényleg pihenek egy kicsit. És hazamentem 11 nap után a kórházból, és az első két hétben igyekeztem tényleg nem csinálni semmit, csak filmet nézni, playstation-ezni, kicsit sétálgatni, ez az. De két hét után már nekiálltam szervezni az előbb említett turnét, meg ilyeneket, mert hogy... Agyadra ment a semmit, de, te is. Figyelj, igen, tehát hogy... Tehát megszokja az ember azt, hogy folyamatosan... Olvastam terül. rengeteget, elképesztően jól esett. Be, mondja, nekem van egy ilyen fogadalma most már évek óta, hogy heti egy könyv. És akkor ugye el voltam csúszva, ott bepótoltam, ugye volt, hogy napi, napi egyet elolvastam imádtam, kurva jó volt. De egy idő után azt is megunja az ember, érted? Hát most képzeld el azt akkor, amikor mondjuk 13 évig folyamatosan koncertezel, és utána három évig mondjuk nem. És ezért egyébként felhozták nekünk, volt aki ezt is felhozta, hogy hát ez az emlékszem túrné, már lehet, hogy kicsi sok volt, hogy ezt megturnéztatni tudod ezt, és neki is mondtuk, hogy nem tudsz, nem tudod átérezni azt, hogy mi miben vagyunk. Egyrészt, meg, egyrészt meg, tehát ez, ez a két oldalú dolog. Tehát értem, hogy ő mire gondol egyrészt, mert hogy ez le, lejöhet negatív értelemben, és most ne, tehát, hogy ne nem sértésnek számít, tehát lejöhet neki egy hullarablásnak kvázi. Viszont, értem, viszont ennek van egy másik ö, értelmezése is, és ennyire ismenni érlek titeket, meg a Nikit is, az pedig az, hogy vannak rajongók, akik nem tudnak elutazni Budapestre a koncertre, Abszolút. viszont mondjuk ezekre vidékálmasak meg el tudnak menni. Ez nagyon sok esetben igazán. Igen, nem? meg én azt gondolom, hogy az ilyen ember, tehát aki egy picit is ismer minket, vagy ismeri a munkásságunkat, az, vagy, vagy egy picit csak belegondol abba, hogy mi is ez az egész helyzet, ami történt, akkor azt akár rá is jöhet, hogy ez nekünk ez egy nagyon gyógyító folyamat volt. Oké. És ha ez nem lett volna, akkor most még nem jött volna ki ez a dal szerintem. Tehát ez pontosan kellett ahhoz, hogy. Igen, és én, én ezt pont Somával beszéltem valamelyik nap, hogy uh ha csak dalszerzésről, vagy hogyha nem is pont a dalszerzésről, de egy bármi zenekarral kapcsolatos munkálatról van szó, azért az inspirációnak jó nagy része ered abból, hogy koncertezik a zenekar. És hogyha, hogyha évekig nem koncertezik egy zenekar, azut után, hogy egyébként a hétköznapok minden, tehát hogy, az, az előtt folyamatosan jöttek, mentek, hogyha ez így abba marad, az inspiráció is nagyon-nagyon-nagyon le tud csökkenni. És sokkal nehezebb nekülni dalt írni, sokkal nehezebb intézni a klipforgatást, meg minden meg mindent, tehát hogy, hogy ez, ez egyébként elengedhetetlen volt, szerintem. Egyetlen egy dologba menteném egyébként fel a, a kritikusokat, az pedig az, hogy aki benne felvetődik, és aki mondjuk ezt így uh, gondolja, ő valószínűleg sosem volt még ilyen vagy hasonló helyzetben. Hál' Istennek. Hál' Istennek, istennek, igen. Hál istennek tehát, hogy ez, persze. Ez, ez, ez tök jó. Uh, engem engem például ugye nyilván teljesen más, és nem, nem összehasonlítani akarom, csak hogy egy saját személyes példát hozzak fel, hogy nekem az volt, hogy nekem a, a szüleimet, főleg az édesanyám elvesztését volt nagyon nehéz feldolgozni, mert fiatal voltam, édesanyám beteg volt, klasszikus, mint az amerikai film, én fogtam a kezét, amikor elhúnyt. És én mondtam mindenkinek, hogy figyelj ide, örülj neki, hogy mondjuk 50 éves, és még élnek a szüleid. Én nekem 16 évesen elment az ember, aki a legfontosabb volt az életemben. És ugye persze nyilván, tehát hogy minden okkal történik az életben, ezt nagyon nehéz elfogadni, meg nagyon nehéz uh, felfogni, így gondolni, mert kellett ahhoz, hogy az legyek, aki most vagyok, és a többi, és a, többi, és a többi. Lehetne soha a sok Szabó Péteres, meg dogmát, de nem ezért vagyunk itt. Csak az, hogy ha valaki ezeket a helyzeteket nem érti át, én az, nem érzi át, mindig azt mondom, hogy örüljön neki, viszont mielőtt kinyitja a száját, vegyen egy nagy levegőt, és gondolja át, hogy attól a másiknak ez lehet. Egyébként én ugyanezt, amit most mondtál, ezt én az emlékszem túlni közben éltem át, ugyanígy így ma, És hogyha jól emlékszem, pont a barbás záróbuli után történt, és még itt voltam Budapesten, úgyhogy így abszolút át lehet érezni ezt, és hát én is azt mondom, hogy senki, senki ne élj át, hogyha nem muszáj, de aki, aki nem élte még, az, az nem tudja, hogy milyen ez egy zenekarnak, vagy bárkinek amúgy. És ugye éppen ezért, amikor Ugye az általában ez egy megfigyelhető jelenség, hogy ha valaki eltámozik, akkor hirtelen mindenki szerette, és mindenkinek a barátja volt. És ugye ősnél ez hatványozottan meg volt. És ott egyik kedves barátom, aki szinte jó volt vele, ki volt akadva, hogy de XY nem is ismerte, és ne vedd el tőle. Tehát neki ugyanúgy veszteség máshol, hogy így, így, dolgozza fel. Meg, meg tényleg annyira közvetlen volt, hogy ez az ő esetében én, én amikor, amikor még a, a legegészségesebb ember volt, se hallottam róla rossz szót soha. Amúgy őt mindenki szerette. Tehát hogy ez, a, ez az ő esetében, ez, 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 ezt senkitől nem lehet elvenni. Hogy attól, hogy valaki nem ismerte, ugyanúgy, ugyanúgy mélyen érinti. Szeretném, hogyha egy kicsit így beszélgetnénk vidámabb dolgokról is. Ilyen... Közben is sikerült becsempészni, ugyanúgy, mint hogy egy éve is, hogy azért akkor azért adtam azt a címet neki, hogy nem csak fekete részek, mert csomót nevettünk is az adásban, hogy nyilván most a fókuszban a turné és ez a négy dal van. Mire számítotok a turnétól? Milyen lesz szerintetek? Hát én azt, hogy ugye most utoljára a parkban játszottunk szeptemberben, és azóta megint csak egy csomó energia, meg így egy csomó érzelem felgyúlem lett bennünk, amit azt gondolom, hogy így fölmegyünk a színpadra Debrecenben majd, és akkor így így kizúdítjuk az emberekre, meg szerintem ők is majd ránk. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon intenzív ö, élmény lesz így együtt. Ö, aztán meglátjuk, mi nagyon-nagyon készülünk, tehát tényleg minden hétvégénket a próbaterembe töltjük. Én sok hónapig gyakorlok, igen. És még mindig, még mindig van mit. <laughs> Ez igazából egy nagyon-nagyon szerencsés, nem, vannak szerencsés, meg kevésbé szerencsés dolgai. Az egyik az az, hogy nyilván Tomival most össze kell raknunk egy csak nem húzdalos setlistet, ami azért elég nagy meló azokat így elpróbálni. Amúgy még nekünk, nekünk négyünknek is nagy meló, mert hogy mi se játszottuk ezeket a dalokat együtt szeptember óta mert hogy annyira arra koncentráltunk, hogy dal, mi legyen egyetem, hogy legyen tovább, de ezt mind el fog törpülni akkor, amikor felállunk a színpadra, és, és, és elkezdjük majd, mert tudom, hogy pont a korábban az adásban említett közönségünk, csodálatos közönségünk miatt, ott olyan energiák lesznek, hogy az elvisz majd minket, úgyis. Köszönöm. A setlist mennyire lesz biztonsági játék, és mennyire lesz itt is egy új kezdet? Én azt gondolom, hogy nagyon biztonsági játék nem tud lenni, ami, mert hogy azok a dalok az őrs hangjára lettek írva. tehát Nem um, tud biztonsági játék lenni? Igen, tehát hogy más, más a range, amiben Tomi mozog, más volt, amiben őrs mozgott, mások voltak az erősségeik, de szerintem nagyon erős lesz. Márint, hogy... Én amúgy úgy gondolom, hogy uh, Bencék úgy rakták össze a szettet, hogy abban nem volt semmilyen biztonsági játék. Egyetlen egy dalt kértem meg, hogy cseréljünk le, más nem. Szóba De kerül... már nem úszod, nem úszod meg. Jó. Uh, szóba került az is, hogy uh, kellett transponálnunk dalokat, hogy esetleg uh, más hang nem lejjebb hozzuk, hogy el tudja ménekelni. Végül azt sem engedték meg, úgyhogy... De <laughs> úgy, úgy, tök jó velük dolgozni, úgy, tényleg. Úgyhogy gyakorlok sokat, hogy, hogy menjen. És nagy falat, amúgy. Miért kérted, hogy cseréltek le azt a dalt? Milyen nem kérdezem meg, hogy melyiket és mire cseréltétek. Hát az egy pont, pont egy olyan dal, amiben olyan témák vannak, ami nekem a legkevésbé fekszik. Így röviden ennyi. Egyébként. In, inkább azt mondanám, hogy kicsit idegen még tőle. Igen, szóval, idegen. hogy majd nem annyira ö, csinált még olyat, ami abban van, és ö, meg amúgy azt nem játszottuk olyan sokat azt a dalt. Meg a az pont egy fétes szóval. dal, amit nem őrsénekelt végig. Igen. Úgyhogy. Ezért a lehetőséget. Igen, Igen. <laughs> végül is. De, de szerintem... Jó, jó hát erős erős elmondhatjuk, lézt. hogy azért repelni nem szeretek különösebben. Igazából ennyi. Miért? Jó, hát... <laughs> mert, nem <megy>. de nekem <laughs> annyira, de, mert nem tudok. De nekem annyira furcsa, hát Viskolcon nem voltak, izé, amikor 12 éves volt, ilyen nagy, ez hát volt, amit tudom én, nem nyomtátok? Nem, a, nem, adj, a nem, a nem, de tudtad, hogy egyszer egy szép napon elhagyja a várost. <laughs> Azt <ugye> persze. <laughs> Jó, az, bocs, annyira szarod, de nem, nem lehetett, már készítettem rá egy pár percet. Nekem nagyon tetszett. A, amire még egyébként szintén nagyon kíváncsi lennék, az az, hogy mennyire terveztek most előre, mennyire vannak távlati tervek. Most, hogy azért szerintem azért elég nagy kő esett le a szívetekről tegnap, ugye mire ez az adás, adás csütörtökön jön ki, ugye, hogy akkor a három nappal ezelőtt ugye, elég nagy lett a szívetekről. Mennyivel könnyebb így tervezni előre? Hát én uh, úgy tudom, úgy tudom, hogy uh, a, ez az évünk körvonalasan végig van tervezve. Uh, igen, mi amikor rendesen működtünk, mi úgy működtünk, hogy másfél éves tervek voltak. Uh, és ez egy, ezt úgy hallottuk még annó, amikor kicsik voltunk, hogy ez egy jól bevált stratégia, hogy másfél éves terv, mert akkor tényleg az ember úgy tud előre gondolkodni, hogy akkor mit, hogyan. Most itt még nem tartunk, de igyekszünk beérni magunkat folyamatosan. Ez az év, ez már teljesen megvan, sőt, én már jövő, azt még te nem tudod, de jövő januári ö, dolgok. Egyébként is, én és sok mindent nem tudok még. De, de Tart, tartják, egyre tartják az infókat. Egyre többet. Jövő januárig már hát, egyre, egy többet tud, egyre többet tud, nem tud. Egyre többet tud. Egyre többet én nem. azt se tudom, hogy nyáron milyen fesztiválokra megyünk egyenlőre. Igazából az van, hogy a, vannak, voltak fesztiválok, akik már nagyon előre megszavazták nekünk a bizalmat, és szerintem vannak olyanok, akik még, még, azért várták, hogy mi lesz, hogy mi fog történni, amit teljesen meg tudok érteni, és nagyon bízom benne, hogy, hogy ők is azt látják, hogy, hogy ez, hogy, mondják ezt, hogy nagy érdeklődés vett körül minket, vagy nem tudom. Szóval, hogy így bízom benne. Meg egyébként szerintem, ami még nagyon meg fogja határozni azt, hogy mennyi fesztivál leszünk, az az, hogy a klubokban most mit fogunk tudni, hogy hányan fognak eljönni ránk az adott városokban. Úgyhogy légy szívedítek a jegyeket. Igen. Te mit jósolsz egyébként? Hogy mire számítotok? Mind a kettőtök véleménye érdekel. Úristen. Hát gőzöm. Nekem gőzöm sincs, hogy őszinte legyek. Nagyon remélem a legjobbakat, de készülök a legrosszabbra, így szokták, nem? Amúgy igen, ez a jó diplomatikus válasz. Én ennél sokkal álmodozóbb vagyok, meg, meg én úgy vágt, mi úgy vágtunk neki ennek a zenekarnak is, hogy, hogy azért én, én végig azért csináltam, nagyon sokszor abba hagyhattuk volna. Tényleg nagyon-nagyon sok olyan pont volt, amikor abba lehetett volna hagyni. De én, én mindig azt éreztem, hogy, hogy ebben még van, és tudunk még ennél jobbak is lenni. És én most azt gondolom, hogy, hogy ha ezt a fajta ö, lelkesedést tartjuk, ami most van, és mindenki így hozzá dolgoz, mint ahogy most, akkor hú, hogy volt ez a koelus gondolatok? Szóval a határa csillagos ég amúgy. Szerintem van még ebbe bőven. Hogyha optimisten akarunk hozzáállni, akkor így szerintem egy nappal a megjelenés után azért, ö, ha tényleg, ha nagyon optimistán nézzük, akkor, akkor ö, számítok akkor érdeklődésre, mint ami az emléktúrném volt. Figyel az van, hogy ö, Nekem az jutott eszembe, pont tegnap a reakciókat nézve, hogy könnyelti az AVS sztoria lesz a magyar észtész sztoria. Hogy elment a meghatározó frontember, jött helyette egy másik, és a zenekar nem, hogy nem lett népszerűtlenebb, hanem onnan kezdődött meg igazán a nagy építkezés. Mert hogyha ha belegondolunk, akkor náltak is az volt, hogy pont akkor kellett volna elkezdenie beérni a sok munkának, amikor ugye így a, a világ megosztotta ezt az egészet. De több uh, szempontból. Nagyon király lenne, hogyha mondjuk egy megint, majdnem napra, pontosan egy év múlva megint beszélgetnénk, és akkor ezt újra tárgyaljuk majd. Jó, hogy, ez, hogy ebből mi, mi lett? Mert én, én mindig abban hittem, hogy mindenki a saját sorsát alakítja, ezt szerint is működöm, és... Uh, és mi ugyanúgy bele fogjuk rakni a, a kemény munkát. Mert én, a, én vagy hát a, a mi elmúlt 16 évünk azt igazolta, hogy tényleg az van, hogy aki kitart, az fog tudni egyről a kettőre lépni. Ö, már csak habba gondolok bele, hogy azok közül a zenekarok közül, akikkel annól elkezdtünk zenélni, még a nagy zenekarok közül is nagyon kevés élte túl ezt az elmúlt 16 évet. És ö, én, hogyha az a múlik, akkor. Ö, akkor... Hirtelen nekem is több jutott eszembe, aki már nem működik, mint aki igen. Hát pontosan. És, és tényleg, hogyha azon múlik, akkor én a, az AVS 40 koncerten én, én még mindig ott szeretném a mondani, előző zenekarai egyikében volt egy ilyen belső spoénunk, hogy egyszer egy a szervező úr azt mondta nekünk a koncert után, hogy jó lesz, srácok, Tíz év. És egyébként, hogyha belegondolsz, ez a jó lesz tíz év, ez egyébként működik. Tehát, hogy azok a zenekarok, amik aktívan fennmaradnak tíz évig, akkor utána kezd el egyébként megérni a gyümölcse annak. Hát meg tudod így azt, hogy, hogy én láttam sok olyan sztorit külföldön is. Ennyi a zenekar eljutnak egy, egy középszintre, ahonnan ugye lehetne szintet lépni, és nem mernek ez bizonyos dolgokat meglépni, mert ugye, hogy ez, ez a zenekaron is múlik általában, nem csak a közönségen, nyilván mindkettőn, meg a zeneiparon is, tehát mindhárman. Mert hogy most például egy most induló zenekar, egyáltalán nem iridlek, mert egy vidéki klub még szerintem nektek is nehéz összerakni jelen helyzetbe, nem hogy egy kisebb zenekarnak, és nem csak a üzemanyag árak miatt, nem csak a rezs, megemelkedett rezsim miatt, hanem azért, mert a kluboknak egy része is hús, így állsz hát az elmúlt három évben. Mi csináltuk a klubtúrnét egy korábbi zenekarommal úgy, hogy saját zsebből az egészet, és hogy nem sok befizető volt. Ö, jó, nagyon jól ment, feloszlottunk. <laughs> ez, ez, ez ennyi. Ugye, ez, ez, ez pont, pont, ez, igen, hogy, hogy számtalan ilyen buktató van, és én is láttam olyan zenekarok, zenekarokat, akik egyébként elvittek egy tök korrekt szintig, nagyon jó számokat csináltak, és belereccsentek, és át, át, átalakultak, próbálták menteni a menthetőt, volt akinek sikerült, volt akinek nem, és tudod, amikor múltkor csak azért is, né, pont egyébként mondta a, a Szimán, hogy hát, hogy maradt egy pár dolog, amit nem vettek fel, valahogy meg kéne csinálni. Mondom, én tökörülnék, én imádtam azt az tökörülnék neki. De tudod így, akkor se nagyon termet babér annak a fajta zenének, most meg talán még rosszabb a szituáció ilyen szempontból. És így, így, így tök rossz szemebe hogy mennyi olyan zenekar, és biztos, hogy ti is tudtok mondani többet is, magyar zenekart, aki százszor többről lett volna hivatott, és nem jött össze. Ebből van a legtöbb. Amúgy. Sajnos igen. <laughs> igen. A belerecsenésre jutott még eszembe egyszer egy borzasztó hosszú buszúton a Vörös Andrissal utaztunk, mentem Ródolni a Szuperbátnak, Franciaországba utaztunk, és az élet dolgait fejtegettük, és ő mondta, hogy Na, akkor soroljuk fel azokat a dolgokat, amiben bele tud recsenni, úgymond egy zenekartod, és akkor először jön az, hogy tudod, a gimibe az első barátnő, mondjuk, vagy a, menjünk még korábbról, szüleim nem engedik. Az első barátnő, tudod, és akkor nem, nem boldog, hogy elmegyek zenélni. Utána az, amikor az első munkahely, utána az, amikor egyetem, utána az, amikor egy komoly párkapcsolat már, utána az, amikor az embernek családja lesz, gyereke vagy stb. Ezek mind egyesével olyan pontok, amik elegek ahhoz, hogy hogy ha mondjuk egy, 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 egy alapítótagnál, vagy tényleg egy komoly ö, ilyen tartó gerendája a zenekarnak bekövetkezik bármelyik esemény, ott mindig lehet a baj. És akkor miért is beszéltünk arról, hogy ha mondjuk valakik annyira megváltoznak, hogy már mondjuk nem úgy működik a kémia köztük. Tehát, hogy... az, az, is, az is, nagyon gyakori szerintem. Tehát, és sokszor Igen. lehet úgy, úgy, tekinteni egy zenekarra, hogy az egy párkapcsolat öt ember között. És hogy, hogy, az sokkal nehezebben működik, mint két ember között nyilvánvalóan. És ezt nagyon nehéz fenntartani 5-10-15 éven keresztül. Hát ugye, nekem, nekem, is van ismerős, aki megmondta Kerek Perec, akármennyire tehetséges, azért hogy abba a zenélést, mert otthon házastárs olyan pressziót rakott rá, hogy figyelj, itt vagyok én, meg a gyerekek, vagy elmész élni. És meghozta azt a döntést, amit nem akart meghozni soha. De egyébként szereti a feleségét, szereti a gyerekeit, és ezt, ezt ugye én elképesztően szerencsésnek tartom magamat, azért hogy olyan feleségem van, amilyen, és támogat az egész hatacáréba, ötletel velem, meghallgatja a 42 különböző tervemet előre az évadra, mit szeretnék, hogy szeretnék, stb. És a gyerekeim is tökre látom, a gyerekek tudják, hogy elkezdő, elkezdődik a suli hétfőn, apa hétfő este nincs otthon, mert elmegy stúdiózni. Tudják. És hogy nem örülnek neki, mert akkor ugye nem találkozunk aznap, de de tudják, hogy én nekem ez is ugyanúgy a munkám része, és kvázi támogatnak benne, amennyire egy 5 meg egy 7 éves gyerek támogatni tud. és hogy így, így az ember ilyenkor hogy aznak egyébként elképesztően szerencsés vagyok. Így és van. tudom, hogy mennyi, mindenkinek ez nincs meg. Én nagyon sokszor mondtam azt, hogy az AVS az egy nagyon szerencsés zenekar, mert nagyon sokszor volt az életünkben olyan, hogy és mondjuk csak, hogy egy dolgot mondok, hogy megértsék az emberek, hogy miről beszélek. Például volt az első ilyen komolyabb trauma, amikor mondjuk volt egy tag, aki megrendült abba, hogy ezt kellett csinálni. Ez még az az időszak volt, amikor mindegyikünknek legalább három zenekara volt, vagy nagyobb egyenlő három. És valaki, nem tudjuk a mai napig, hogy ki, de benevezett minket egy tehetségkutatóra. És. És ott akkor megjött a kezd, mert ott jól szerepeltünk, akkor ott mondták, hogy kéne csinálni, és az így visszahozta az egészet. És utána nagyon sok ilyen pont volt az életünkben, kezdve attól, hogy a Niki a megkérdezésünk nélkül benevezett minket a dalba, meg ilyenek, és így ez nagyon sok ilyen. ez egyébként ilyen többször ki lett már kommunikálva, hogy, hogy, hogy Niki nevezte be a zenekart, és nem tudtatok róla elsőként. Persze, körben. mi ezt voltuk. És miért jelentkeztetek? Hát igazából nem mi jelentkeztük. <laughs> igazából nem néztük a műsort előtt. Jó, jó, egyébként a, a Niki tipikusan az a példa a zenész szakmába, hogy egyrészt szerintem könnyű és gördülékeny vele együtt dolgozni, másrészt meg, hogy nagyon jó azt látni, hogy egy zenekarban a, a menedzsere nem a bizniszt látja, hanem hogy szereti őket. És hogyha a 12 embernek játszanátok, valószínűleg akkor is ugyanekkor ellenon csinálná ezt az egészet, mert szeret benneteket. Ez, hogy ezt elképesztő látni. Figyelj, azért 22 éve vagyok ilyen olyan formában a zeneiparban, idén most már 23. Elképesztő ronda dolgokat láttam. Igen. És, együtt nőttünk föl, amúgy ez, ez, szerintem a legkirályabb. Tehát voltak idők, főleg ott a Eurovízi után környékeztek minket nagy nevű menedzserek, és mondtuk, hogy de mi, a Nikivel szeretnénk, mert hogy tényleg mi voltunk az első zenekara, akik, akiknek a menedzsere volt, és együtt nőttünk föl, és valahogy mindig nálunk ez a, ezek a ezek a szoros kapcsolatok, ezek, emiatt gondolom azt, hogy ez a zenekar mai napig fent tud lenni, mert hogy, mi is barátok vagyunk gyerek, gyerekkorunk óta, a körülöttünk lévő emberek, akár a krúba is olyanok, hogy ezer éve együtt dolgozunk. Szerintem valahol itt lehet elásva ennek az egész dolognak a, a nyitja, és különösen ezért örülünk annak is, hogy egy olyan ember jött most, aki akit szintén ezer éve ismerünk. Nem akarom, nem akarom a, a Nikit nagyon dicsérni, hogy fogjátok be a fülét, amikor hallgatja az adást, hogy lehet, hogy az Eurovízia után. Egy más, úgymond nagyobb menedzser rövid távon többet tudott volna adni nektek, mint ő. Viszont abban egészen biztos vagyok, hogy minden körülmény, nyel együtt, minden körülmény ellenére, hosszabb távon nem vagyok benne biztos, hogy valaki többet tudott volna. Ezt ö, csak megerősíteni tudom. Szóval, hogy igen, benne van ez a pakliba, viszont a lehető legjobb helyen vagyunk, és a legnagyobb biztonságban érzem magam, hogyha hogyha ő ott van és valamit a kezébe vesz, így úgy mond. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés helyzet. Meg hát ugyanebből a szempontból ugye a Tomi érkezése is, már, hogy nem egy teljesen ismeretlen embernek kellett beépülnie, hanem csak meg kellett néznünk, hogy hogy működik a kémia. Azt tudtuk, hogy borzasztó tehetséges, és szerettük, amiket csinál, de hogy nyilván ott volt az, hogy hogy működik a kémia. Mégis, hogyha az ember együtt utazik mondjuk egy buszban, Nyolc másik emberrel sok időt tölt együtt, akkor jönnek ki igazán. És ezért volt, hogy például nyáron leírtuk a balatonra csak egy pár napra, hogy így. Eddig nagyon jól működik a kémia, viszont azt mondták, ha még egyszer elkísek valahonnan, az lesz az utolsó. Igen. Nem. Hát néha nekem is gondot okoz sajnos a pontosság, de. De tudod, milyen az, amikor az új embert így, új embernek szívják a vérét? Persze. Fú, na ez imádom. Ez megy, ez megy. De jól bírom. Nyugi. Mi volt az első gondolatod, amikor közölték, hogy figyelj, akkor te Ezt azért nehéz megfogalmazni, mert, mert, ez nem egy konkrét pillanat volt, és igazából nem tudom, hogy hogy sikerült úgy intézni, de hamarabb hallottam teljesen ismeretlen emberektől plegykaként, mint hogy én, engem megkeresett a zenekar. Tehát valahogy az információ már megerett előtte. Messze van az a Miskolc, az a baj. Tudod, hogy a, a mire eljut az információ, az <síns> Idő. hát egyébként a barbanegrás koncert után jöttek oda, hogy figyelj már, tényleg te leszel. Mondom, mi így oda? Mondom, arról csak tudnék. nem keresett senki ilyesmivel. Az első gondolatom, hát nyilván nem az volt, hogy úristen... Amúgy de, tehát hogy már majdnem hazudtam. Az volt az első gondolatom, hogy mindenképpen kötelességemnek is érezném, hogy ezt, hogy ezt én megcsináljam, és szeretném is megcsinálni. Viszont, viszont egyből tudatosult bennem az is, hogy azért ez nem egy nagyon egyszerű történet. Már csak, már csak elkezdeni ezt zeneileg és, és mint zenekart csinálni sem egyszerű. Másrészt ez aránylag rövid idő alatt gyökeres változásokat fog a magánéletemben is csinálni. Tehát, hogy, azért ez nem egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Nem egy olyan zenekar, hogy lejárunk próbálni a haverokkal hét, hétvégente. Úgyhogy elgondolkodtatott, és elkezdtem szépen mérlegelni magamban, hogy, hogy ha egyszer tényleg, mire oda jutunk, hogy, hogy ez, ez, oda kerül a dolog, hogy megkeres Bence, hogy figyelj már, akkor, akkor mi lenne, ha már előtte, lehet, hogy ezért jó is, hogy hamarabb megtudtam, mert már előtte tudtam mérlegelni, és át tudtam gondolni, hogy, hogy tudok-e mindent rááldozni erre, és hogy az nem volt kérdés, hogy szeretnék-e, az egy másodpercig sem. És mire oda jutottunk, hogy, hogy akkor megkaptam az első demókat, <kül> addigra én már ö, felfogtam, hogy ennek mekkora súlya van, hogy valószínűleg mire lehet számítani, meg hogy ez egyébként mennyire nem könnyű szituáció. Én, én a biztonság kedvéért azért, amikor felhívtam, akkor így felsoroltam neki, hogy és ez is nagyon rossz lesz, azt tudod, és ez ennyi dologgal fog járni, és tudod, és, és tényleg... De addigra már tudtam, mert egyébként belegondoltam ebben, meg, meg, azért láttam már több, több zenekart is, hogy hogyan működnek, és el tudtam képzelni, hogy hogy, hogy fog ez működni, úgyhogy volt időm átgondolni. De nem volt kérdés. Már egy picit azt is éreztem, hogy ha ezzel ők belénfektetik ezt a bizalmat és megkeresnek, egy picit abszolút kötelességemnek érzem, hogy, hogy, hogy erre nem is mondhatok nemet. Tehát annyira szeretem őket, annyira szeretem őst, olyan, olyan régóta ismerem az egész társaságot, hogy, hogy ha ez felmerül, akkor természetesen. És a, a, az egyetlen dolog, hogy remélem, hogy ki tudom belőle hozni a legjobbat, és senkinek nem fog csalódást okozni. Úgyhogy ez a cél. Figyelj, én szerintem, hogy, hogy uh, ki tudna -e hozni be a legjobbat, az már egy dal látszik, hogy, hogy ez, ez zakarat ez benned van, meg hogy bennetek van. Köszönjük. Lehet egyébként, hogy formabontóak leszünk, és uh, nem fogjuk megvárni azt a jövő januárt, hanem mondjuk a parkos buli után leülünk beszélgetni egyet. Uh, még, még kikristályosodnak a dolgok majd, hogy hogy lesz. Ugye előre szerkeztem egy picit a, a, az évadot, pontosan az már a következő évad lesz, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, a tavasz milyen visszajelzéseket fog hozni. Mert hogyha... Mi is kíváncsiak vagyunk. Hogyha ha a bennetek lévő lendület és a közönség reakciója találkozik, akkor abban még nagyon nagy dolgok lehetnek. Mikor jön a következő újda, azt lehet tudni nagyjából? Titok. Azért, mert mi sem tudjuk pontosan. Mert ugye szóval, mondtad, hogy a parkos buli az ugye LP-ben mutató lesz. Igen, hát um, korábban az adásban említettük azt, hogy húristen, most ez mekkora megkönnyebbülés volt mondjuk um, ma reggel héttől délig, mert déltől már azon kezdtem elgörcsölni, hogy akkor mi a következő lépés, és ma már volt meetingünk is, és vagy bocsánat, lett volna, meg de közben folyamatosan um, chat közelben vagyunk, hogyha van valami eldöntendő kérdés. Szóval... Ez a mostani eldöntendő kérdés, hogy akkor mi a következő lépcső ezzel kapcsolatban. Ma Ugye kijöttek a dátumok a turnéval kapcsolatban, most ez volt reflektorfénybe, simán lehet, hogy holnap az lesz, hogy hogy akkor uh, mikor jöjjön ki a következő dal, meg melyik legyen a következő dal. Igen, igen. Tudjuk fejből a dátumokat? Már elmondhatnánk őket. Február 11-én indulunk Debrecenben, az biztos. A többit nem tudom. <laughs> május a május 26, 26, 26, 26 igen. Uh... Azt március, tudom, március 18 Miskolc, azt megjegyeztem, ja, mert igen, van, én, én is Miskolci tudom. vagyok. Március 10-én is megyünk valahova, de egyébként puskázhatok. Nyugodtan, persze, Nem persze, beszéljünk hülyeséget. Mert akkor tudom, hogy lesz a tataványa is. Nem. Nem lesz? Akkor nem lesz. Akkor csak akartam, Togaszal. hogy legyen. Bocsánat, ősszel. Na, Talán. szép. Akkor parkig várnom kell. Tehát február 11-én megyünk Debrecen Roncsbár, február 24-én leszünk Kecskeméten az Ápolóban, március 10 lesz Győr Bridge, Így van. március 18 lesz Miskolc Helynekem, és március 24 lesz Pécs, és akkor ugyebár május 26 lesz a parkos Ez így azt gondolom, hogy győrbe. Nincs az olyan messze amúgy, autópálya, ez egy, nem, nem vészes. egy óra alatt ott van az ember. Oh, wow. Persze, főleg, hogyha van autó, és tud vezetni, ami nekem ugye nincs, és nem is tudok, de nem baj, megoldjuk, megoldjuk. Ezen, ezen nem fog múlni a történet. Hát srácok, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Jövünk bármikor. És uh, szerintem ez a beszélgetés megint csak validálta a döntést, mert hogy szerintem itt uh, tökre kijött az, hogy miért kerültél oda, ahol. Nagyon várom a következő dalokat. Íme címemet tudod. <laughs> Igen. Egy nap volt előtt. <gül> <gül> Igen. És hát nagyon sok sikert kívánok nektek. nagyon és, köszönjük. És remélem, szépen köszönjük. Remélem, hogy egy, egy, egy park után fogunk itt beszélgetni. Aztán fel kell az kell kötni a Picit meredek, rövők. <laughs> Figyelj, van még addig, négy hónap addig még az emberek rájöttnek, hogy ott akarnak lenni, úgyhogy... Bízunk benne. A, az új dal linkjét természetesen beteszem a leírásba, hogy aki még nem hallotta, az viharver gyorsan hallgassa meg. Meg minden egyéb elérhetőséget is beteszek, illetve a szokásos Rizsa, hogy aki szeretné támogatni az adást, illetve a csatornát, az a leírásban megtalálta módokon megteheti. Tartsatok velünk a jövő héten is, amikor pedig Cséri Zoltán lesz a vendégem. Sziasztok! Sziasztok!